Mindennyian több tucatszor olvastuk már ezt a híres kijelentését Saulnak, melyet a teszalonikaiokhoz írt második levelének második fejezetében találunk. A 11-es vers így szól, ezért bocsátja rájuk Elohim a megtévesztés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak. A világ is tisztában van azzal, hogy az utolsó időben az emberiséget egy nagy megtévesztésnek az ereje fogja hatalmába keríteni. A legtöbben azonban nincsenek tisztában azzal, hogy mi is ez a megtévesztés ereje, és rossz helyen is keresgelne. A megtévesztés ereje, melyről itt Saul ír, a kezdetektől fogva az emberiséggel volt. A megtévesztés egyidős az emberiség történelmével. Ha köztudat lenne, egyszerűen megfejthető lenne, akkor nem lenne megtévesztés. Azért működik a megtévesztés, mert az ember elhagyta az egyetlen utat, ami az élethez vezet. Ennek az életformának a képviselői a történelem során pogányok voltak, heronisták voltak, népek voltak, a másiák halálát követő időszaktól fogva azonban a megtévesztés erejét a világban a tradicionális kereszténység terjeszti. Amennyiben valaki figyelemmel kísérte a hozzászólásokról készült videókat, azok számára világos kell, hogy legyen, hogy a hit Cselekedetekben nyilvánul meg, és az ember a hitéből igazol, melyet cselekedeteivel bizonyít. Ezért gondoltam úgy, hogy a kereszténység vizsgálatakor elengedhetetlen az, hogy megértsük, hogy honnan is ered maga a kereszténység. Ehhez pedig szükséges, hogy megértsük és megvizsgáljuk a katolikus egyházat. Biztos vagyok benne, hogy a felismerés fájdalmas a legtöbb ember számára, amikor rájön, hogy ez is hazugság és az is hazugság, azonban ezen a listán is vannak olyanok, amelyek különösen érzékenyen érintik az embert. Ez a mai egy ilyen téma lesz. Mind a katolikus egyház, illetve a kereszténység szerepel az írásokban, például jelenések könyve Higalú vagy hazon 17-fejezet így ír, és jöve egy a hét malák vagy angyal közül, Akinél a hét pohár vala, és szól a velem, mondván nekem. Gyere, vagy jövá, és megmutatom neked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vizen ül. Ez már a világosá vált a legtöbb ember számára szerintem, kétséget kizáróan, hogy amiről itt beszél, az a kereszténység, illetve a katolikus egyház. Akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakosai. Aki még nem látta a Fenevad Leleplezési című videósorozatot, vagy pedig régen látta és nem emlékszik rá, mindenképpen nézze meg. Ebből egyértelmű lesz számára, hogy a világot a katolikus egyház által irányítja az ellenség, és ő az a nagy parázna, aki a föld királyait, illetve a föld lakosait megrészegíti a borával. A parázna egyébként a görög porné kifejezés, melyet használ az írás, és egy parázna nőt vagy prostituáltat jelent és a kifejezés a pornosz görög szóból ered, mely ennek a férfi változatát jelenti. Ez ismerős lehet ma mindenki számára a porno, illetve pornográfia szavak, melyeket mi is használunk ebből erednek. A paráználkodtak kifejezés egyébként a porneo, ami szintén ebből a szótőből ered, és ez Elohim törvényével ellenkező szexuális kapcsolatba lép, paráználkodik, Hajtalankodik prostitúciót folytat. Ugye Elohim törvényével ellenkező minden, ami a hivatalos, házassági, szövetségen vagy briten kívül történő szexuális kapcsolat. De egyébként házasság, törés jelent, szellemi paráznaságban van báványokat imád. Itt természetesen jelenések könyvében spirituális paráznaságról van szó, és a Föld királyai az uralkodók, illetve a Föld lakosai. Ez a részegség pedig, amit eredményez ez a törvénytelen élet, a Torától való eltávolodás. Ezért mondom azt, hogy a katolikus egyház, illetve a kereszténység az, ami megfertőzi az egész világot ezzel a törvénytelen élettel. Tetszik vagy sem, a kereszténység egy törvénytelen életet hirdető hitrendszer. Nem arról van szó, hogy az emberek benne gonoszak, hanem arról van szó, hogy a szellemiség, melyet hirdetnek, az egy alapvetően gonosz, hiszen Elohim törvényével ellenkezik. Hármas vers, és lélekben elvitt engem egy pusztába, és láték egy asszonyt ülni egy veres Fenevadon, mely teljes vala káromlásnak neveivel, melynek hét feje és tíz szarva vala. A vörös Fenevad a rendszer, mely a világot uralja, az asszony pedig a nagy parázna, a katolikus egyház, mely ezen ül. A fenevad egyébként Rion, vadállat, vad vagy fenevad. És ez az antimesiák vagy az antikrisztusnak a szinonimája a jelenések könyvében. Így uralja a nagy parázna a föld királyainak segítségével, mely a fenevad az egész világot. Öltözött vala pedig az asszony bíborba és karlátba, megékesítetett vala aranyal drágakövel, gyöngyökkel, kezében egy pohár vala, tele utálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával. Mindez, amit itt leír, arra utal, hogy ez anyagilag is jövedelmező, amit hirdet a nagy parázna, és ez egy gazdag rendszer földi értelemben. Ötös vers így szól, és a homlokára egy név vala írva, titok, a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld útállatosságainak anyja. A parázna ez porné, ugyanaz a prostituált, és a föld útállatosságai pedig nem más, mint a de lügma úgy, mint utálatos vagy útálat tárgya, valami, ami undorító. Az útálatosság egyébként haj bá, héberül. Ezt a kifejezést olvashatjuk, mikor arról beszél a 3 Mózes 18-ban, vagy Ikra 18-ban, hogy férfival ne hálj úgy, mint asszonynal, hálnak útálatosság az. Ez a kifejezés ugyanaz, melyet jelenések könyve vagy higaluk használ, csak ez a héberben. De figyelmeztet ebben a fejezetben, a Ikra 18-ban, hogy mi az útállatosság számára, Jahua számára. Tartsátok meg azért ti az én rendeléseimet és végzéseimet, és ez útállatosságok közül a rendelés az huká, úgy mint egy előírás vagy egy gyakorlati szokás, illetve a végzés pedig mespát, ítélet hozata, és ez útállatosságok közül, Toibá, semmit meg ne cselekedjetek se a benszülött, se a közöttetek tartózkodó jövevény. Azaz mindenkire ugyanaz a törvény vonatkozik, mert mindezeket az utálatosságokat tojbá megcselekedték annak a földnek lakosai, mely előttetek van, és fertelmessé lőn az a föld. Tamé, ez valami, ami tisztátalan lesz, vagy tisztátalanná válik. Ezeknek az anyja, nagy Babilon, a titok, a föld útállatosságainak anyja kor is ugyanezt cselekedték az emberek, mint amit most cselekszenek az emberek a katolikus egyház, illetve a kereszténység vezetésével. Szóval ne cselekedjétek ezt úgy, ahogyan a földnek a lakosai, ahova ők bementek, illetve amit örökölni szeretnénk most, hogy ki ne okádjon titeket az a föld, ha megfertőztetitek azt, amit kiokádja azt a népet, mely előttetek van úgy, ahogyan az egész világot el fogja pusztítani most, pontosan ugyanazért, amiért akkor elpusztította azokat a népeket. Mert aki megcselekszik valamit, ez útállatosságú hajbá, mind kiirtatik az így cselekvő ember az ő népe közül. Tartsátok meg azért, amit én megtartani rendelek, Jahua, hogy egyet se kövessetek el amaz útállatos szokásokból, hajbá, melyeket követtek ti előttetek, és meg ne fertőztessétek magatokat azokkal, én, Jahua, vagyok a ti hatalmasságotok, vagy Elohimetek az, hogy nincsen bűn, és gyakorlatilag mindent lehet, ez a keresztény egyház segítségével terjed el, melynek anyja a katolikus egyház. Ezért mondja azt, hogy Nagy Babilon a paráznáknak úgy, mint az összes keresztény felekezet, és a föld útállatosságainak anyja, hiszen ebből származnak ezek a vallások. Egyébként szó szerint Metros, úgy, mint anya, térjünk vissza egy pillanatra ez az arany pohárhoz. Ez az az arany pohár, melyet nagy Babilon a paráznáknak és a föld útállatosságainak anyja tart a kezében, körbeadja a föld királyainak, mindenki iszik abból, és megfertőz mindenkit, és részeg lesz az egész világ. Ha megértjük azt, hogy ez egy spirituális probléma, akkor látjuk azt, hogy mi az, ami történik a Földön. Az eltávolodás a Torától és jahusáha ha hitétől a probléma a világon. Második versben leírja, akivel paráználkodtak a föld királyi, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakosai. Mindenki ebből a pohárból iszik, és így lesz részeg az egész világ. A nagy Babilon arra a hitrendszerre utal, melyet a nagy parázna képvisel mely a kezdetektől fogva jelen volt. Babilon volt az első birodalom, mely tökéletességre fejlesztette ezt a lázadást Jahua a teremtő torája ellen. Jeremi az 51-es fejezetben erről ír. Arany pohár volt Babilon Jahua kezében, mely megrészegíti az egész földet, nemzetek ittak az ő borából, azért bolondultak meg a nemzetek. Érdekes módon az a szó, hogy megbolondulni, az halál, úgy mint hey, lamed, lamed. A hey kinyilatkoztatás jelent, vagy imádatot, lamed pedig tanítás vagy vezető. Az egyik jelentése az, hogy ragyog, világít vagy fénylik valami. A másik azonban, ha megnézzük, annyit tesz, mint dj valakit, magasztalni valakit, illetve megbolondítani vagy megbolondulni, bolond módra viselkedni vagy cselekedni hiszen az imádat vagy kinyilatkoztatás az több tanítás révén jön el. Ez jelenti a két lamed, vagy a két tanítás. Többféle tanítást egybe olvasz. Ugyanúgy, ahogy Bábel vagy Babilon, bet, bet, lamed. Ház, ház, tanítás. Többféle háznak a tanítását olvasztja egybe. Ezért keveredés, amit Babilon képvisel. Hogyha megnézzük a katolikus szó jelentését, a katolikus szó egyetemeset jelent. Azért egyetemes, mert a katolikus egyházhoz bárki, bármilyen származású ember csatlakozhat, illetve ez egyesíti az összes vallást. Ezért ezt jelenti, hogy egyetemes. Ha a szó eredetét megnézzük, akkor a görög katolikus kifejezésből ered, mely a katá és a halon kifejezésből származik. Katá előjáró szó valamiféle, valami szerint, a holon pedig tökéletes, vagy pedig egész. Így a katolon jelentése az egészhez hozzátartozó teljességben, harmóniában levő az egész szerinti. Akinek ismerős a holisztikus kifejezés, az a holonból származik szintén egészé vagy teljessé tenni. Ugye ők úgy használják, mint tökéletes módon birtokolni Jehusa másiák vagy Jézus Krisztus létének minden gazdagságát, a hit teljességét és az üdvösség minden eszközét. Ez az, ahogy ők használják. Ha azonban megértjük, hogy egyetemeset jelent, akkor megértjük, hogy az ökumenikus mozgalom miért is a katolikus egyház vezetésével hódítja meg a világot most, hiszen egyetemeset jelent a katolikus, mindent magába foglaló. Ugyanúgy, ahogy Babilon több háznak a tanítása, vagy pedig a megbolondulás, ami kinyilakoztatja a többféle tanítást, vagy a vegyes tanítást. Ezért bolondulnak meg az emberek. Ez az aranypohár Babilon Jahua kezében, hiszen ő az, aki irányítja ezt a folyamatot azért, mert az emberek szíve elfordult tőle. Láthatjuk tehát, hogy ez a Babilon itt nem arra az országra vagy arra a helyre utal, ez egyfajta spirituális viselkedés formára utal, ami megnyilvánul fizikálisan az emberek életében. Ez egy gondolkodás mód, ami az egész földet megfertőzi és megrészegíti. Ezt jelképezi ez az arany pohár. Többek között persze. A következő fejezetben így figyelmeztet az egyik malák. Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, Daimon, úgy mint démon, gonosz, tisztátalan szellemi lény. Ezek azok, amik a világot megfertőzik ma, amit látunk a világban ma, úgy mint a, a katolikus egyház, a kereszténység, a feminizmus, az LGBT és a homoszexuális mozgalom, a paráznaság, az erkölcstelen életmód, és a többi, ez mind-mind ezeknek a démonoknak és az ő működésüknek az eredménye. Ezért mondja, hogy leomlott, leomlott a nagy Babilon. Az egész világot megfertőzte, de ez az első, ami leomlik. És lett ördögöknek lakhelyévé. Minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan gyűlölséges madárnak tömlöcévé. Ez itt a Fenevadról beszél úgy, mint Babilon. Ez itt az Amerikai Egyesült Államok, és ezen van rajta a katolikus egyház. És ez a kettő az, ami megfertőzi a világot, hiszen a hatalom és ez a spirituális mozgalom együtt legyőzi a világ népeit. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, etnos, törzs, ugyanúgy, amit pogánynak hív a brit hadasá, vagy a megújult szövetség, az etnosz, az ez a szó. Nép, törzs, vagy nemzet. Idegen, nemzet, pogány, nép. Etnos, mindenki. Hiszen aki nem a tora és a siák szerinti életmódot folytatja, az mind etnosz vagy nép, azaz pogány. A földnek királyai ővele paráználkodtak, a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak. Olvas el mindenki, egyértelművé válik, hogy ez az amerikai Egyesült Államok, az USA, és a katolikus egyház együttesen az, ami megfertőzi a világot egy spirituális hatalom és egy világi hatalom együtt dolgozik. Jeremi 51-es fejezetben a 8-as vesícó hamar elesett Babilon, és összeomlott, jajgassatok felette, kössétek be az ő hát ha meggyógyul. Gyógyítottuk Babilont, de nem gyógyult meg. Hagyjátok elő, és menjünk ki ki a maga földére, mert az égig hatott az ő ítélete, és felemelkedett a felhőkig. Ez a Babilonról szól, a birodalomról, melyet Nabukodonozor juttatott el a csúcsa is utána, amely leomlott és átvette tőle a perzsa, mét birodalom a hatalmat. Ez itt erről beszél, de már itt is, spirituális értelemben egy életmódot ítél el. Megy ki ki a maga földére, hiszen Babilon egyesíti az embereket, ugyanúgy, ahogy a katolikus egyház, ugyanúgy, ahogy az amerikai egyesült államok egyesíti a népeket. Ezért írja azt jelenések 17 és az első vers, hogy a nagy parázna károsztatását, aki a sok vízen ül, a sok víz, az népeket jelent. Ezt a 15-ös versben elmagyarázza, és mondja nekem a vizek, melyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok, népek úgy, mint laosz, nép, népcsoport, törzs vagy nemzet. És sokaságok, és nemzetek, és nyelvek. A katolikus egyház és az amerikai Egyesült Államok, illetve annak a birodalma uralja az egész világot ez a parázna, az a spirituális hatalom, ami a világot uralja, ami a katolikus egyház az utolsó versben ezt elmondja, és az asszony melyet látta, a ma nagy város, melynek királysága van a földnek királyai. Ez pedig Vatikán és a római katolikus egyház. Hiszen a hét fej az hét hegy, amelyen az asszony ül. Ez Wikipédia és Róma hét dombja bejegyzés, vagy hét hegye a Tiberis bal partján a folyótól keletre terül el. Az ókorban eredetileg ezeken, illetve körülöttük alakult ki Róma városa. Ezen a térképen látható a hét hegy, illetve a fal, melyel körülvették és itt alakult ki Róma városa. Ez a Babilon az Amerikai Egyesült Államok mely jelenések 18-ban szerepel, a másik Babilon pedig a Vatikán. A spirituális és a világi csatlakozása, illetve szövetsége az, ami az egész Föld, kerekségét megfertőzés, az az arany pohár, melyet tart a kezében, az a viselkedés forma, az a törvénytelen életmód, mely az egész lakosságot megrészegíti. Ezért néz ki úgy a világ, ahogy kinéz. Egy másik figyelmeztetést is hallunk az angyaltól, az pedig így szól. Négyes vers így szól. Hallék más szózatot is, semaimból vagy mennyből, mely ezt mondja vala. Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. A szó bűneiben görögül hamartia, úgy, mint bűn, vétek, tévedés vagy hiba. A hamár szóból ered, bűnt követel védkezik Elohim ellen, a törvény ellen, vagy pedig bűnben él. Elohim útmutatása elleni életben ne legyen részed, fussá ki ebből az életformából. Jeremiás 51, Hatos, fussatok ki Babilonból, és ki-ki mentse meg az ő lelkét. Ne veszetek el az ő gonoszságáért, mert Jahua bosszú állásának ideje ez megfizet neki érdem szerint. Jelenések hígalú 20, 11 és láték egy nagy fehér király széket, és a rajta ülőt, kinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyük nem találtaték. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani Elohim előtt, és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyitaték meg, mely az életnek könyve, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadá halottakat, akik ő benne voltak, és a halál és a pokol is kiadál halottakat, akik ő náluk voltak, és megítéltetének minnyáján az ő cselekedeteik szerint. Ezért mondja azt, hogy fussatok ki Babilonból. Nem arról beszél, hogy fussatok el az országból. Arról beszél, hogy hagyjátok el azt a tanítást, azt a helyet, amely egyesíti a tanításokat. Vagy azt a tanítást, mely a házakat egyesíti, ami Bábel, vagy Babilon, vagy az USA ma, vagy a katolikus egyház ma, illetve a kereszténység. Hagyjátok el ezt, különben részt vesztek az ő gonoszságában. De jelenések könyve 18 megismétli ezt, hiszen akkor Babilon volt az eredeti birodalom, a fizikális birodalom, illetve az a spirituális erő és magatartás forma, amit képviselt. Ahogyan egyesíti a tanításokat, ahogyan a tanítás különböző házaktól jön. Ma pedig az Amerikai Egyesült Államok, az Angol Száz Gyarmatbirodalom, ami a Fenevad, melyen ül rajta a nagy parázna, ami a Katolikus Egyház, kezében az aranypohár, a tanítása és a bor a kereszténység, mely az egész világot megrészegíti, illetve a szeretet, ami a világ szerinti szeretet definíciója. Az a fajta majom szeretet, az a tartalom nélküli szeretet, melyet sajnos az egész világ hirdet, illetve a kereszténység is magáévá tett az idők során. Jelenések 18 így folytatja, mert az ő bűnei az égig hatottak, a bűn hamartia, bűn vagy vétek, és megemlékezett Elohim az ő gonoszságairól. Jelenések 18. Hat fizessetek úgy neki, amint ő fizetett nektek, és kétszer kettőztessétek meg neki az ő cselekedetei szerint, mely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek neki, amennyire dicsőítette magát és dobzódott, annyi kínnal és gyászsal fizessetek neki, mert ezt mondja az ő szívében, úgy ülök, mint királyné asszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyász nem látok. Ilyen a paráználkodó asszonynak útja, ez Misli példabeszédek 30, eszik, megtörli a száját, és ezt mondja, nem cselekedtem semmi gonoszt. Ez pedig Tehelim vagy Zsoltárok 10 fejezet 3, mert dicsekszik a gonosz az ő lelkének kívánságával, és a fösvény megvetés szídja Jahuát. A gonosz az ő haragos kevéségében senkit sem tudakoz, nincs Elohim, ez minden gondolata, úgy, mint ma a világnak. Szerencsések az ő utai minden időben, messze vannak tőle ítéleteid, elfújja minden ellenségét. Azt mondja szívében, nem rendülök meg soha örökké, mert nem esem bajba. A világ azzal, hogy egy másik utat jár, azt mondja, hogy ez az út érvénytelen már, és ezt a katolikus egyház, illetve a kereszténység hirdeti. Ezzel ők azt mondják, hogy nincsen Elohim, hiszen ha nincs az ő szava, akkor nem létezik ő. Mindenkit a cselekedetei fognak majd megítélni a végén. Így választja el a két csoportot. Az egyik az cselekszi, amit ő akar, ez a tora, az instrukciók, a tanítás, a másik pedig követi a világútját, ami Babilon, ahol a több tanítás egyesül, illetve a több különböző háznak a tanítása egyesül. Ez viki szótár, a katolikus szó eredete, az ómagyar katolikus, latin katolikus, általánosan elfogadott, vagy általános, a görög katolikus, általános, mindenre vonatkozó. Ez pedig a magyar katolikus lexikon, katolikus, görög szó, egyetemes a jelentése. Szintén ugyanitt a katolikus, katá és a holosz szavakból képzett szó eredeti jelentése általános, vagy pedig egyetemes általánosan elfogadott, vagy pedig mindent magába foglaló, úgy ahogyan Babilon. Ugyanitt a katolikus egyház definíciója a kereszténység azon része, mely a római pápa fősége alatt áll, az egyház hierarchikus szervezetében vallja a katolikus hitet, és él az eukarisztiából és a hét szentségből, részt vesz a liturgiában, és a bűnbánat útját járva törekszik igazodni, másiákot követve az erkölcsi törvényekhez és az evangéliumi tanácsokhoz. Nézzük, hogy mi is a katolikusok szerint az egyház. Ez ugye a görög szó eklésia. A második vatikáni zsinat meghatározása szerint az Elohimmel vagy Istene való bensőséges egyesülésnek és az egész emberiség egységének hatékony jele és eszköze. Még mindig az egész emberiség egységéről van szó. Szentségi jellege van, azaz jele annak, hogy másiákban végbe ment megváltás kegyelmei, jelen vannak az egész emberiség számára, s ezúttal közli is ezeket a kegyelmeket. Az egyház egyszerre történelmi és természet fölötti intézmény, misztérium, melynek jellegét csak hitben foghatjuk fel. Ez egy természet fölötti intézmény, egy misztérium. Jelenések 17, 5-ös és az ő homlokára egy név írva. Titok! a nagy Babilon a paráznáknak és a föld útállatosságainak anyja. Ez a szó titok nem más, mint a görög szó mysterion, azaz titok. Etimológia, műó, bezárul, hallgat, lásd, a misztériumokba való beavatáskor tett hallgatási fogadalom. Ez a szó jelentése, hogy mysterion vagy mysterium az egyház egyszerre történelmi és természet fölötti intézmény, mysterium, melynek lényegét csak hitben fogjuk fel. És az ő homlokára egy név írva, misztérium, a nagy Babilon a paráznáknak és a föld útállatosságainak anyja. Mysterium jelentése egyébként bizonyos bávány istenek tisztelete. Ezeknél a kultuszoknál az egyént személyes beavatás által vették fel a vallási közösségbe, Eközben titokzatos szokásaik voltak, felvételi és kultikus rítusokról nem sokat tudunk, mert az újonnan felvetteknek ünnepélyesen meg kellett fogadniuk, hogy avatatlanoknak nem árulnak el semmit belőle, de bizonyosnak látszik, hogy ezek a kultuszok valamiféle bűnnel, rituális tisztátalansággal, megtisztulással és egy másik életre való előkészítéssel voltak kapcsolatban. Ha már a bűnnél és a téves tanításnál tartunk, ez a kávinista apologetika, és néhányat a római katolikus egyháznak az eretnekségei közül felsorolna. Ez első a római katolikus egyház az egyetlen igaz egyház, de itt van még néhány, a katolikus egyház tévedhetetlen. Csak a római katolikus egyháznak van felhatalmazása a szentírást értelmezni. A pápa az egyház feje, aki József másiák tekintével egyenlő hivatallal bír. A római katolikus egyház szükséges az üdvösséghez. A szent tradíció egyenlő a szent írása, a bűnök bocsánat, az üdvösség hit és cselekedetek által nyerhető el. A kegyelem kiérdemelhető, Mária és az összes szentek hozzájárulnak a katolikus üdvösséghez, a bűnbánat szentsége szükséges az üdvösséghez, ugye ők beszélnek purgatóriumról, természetesen valami búcsúról, amit nem tudom micsoda. Mária, számtalan tévtan kapcsolódik Máriához. Itt van néhány, amit felsorolnak. Imádkozás a szentekhez. Következő a mise, eukarisztia elemei valóban másiák testévé és vérévé alakulnak át. Ez pedig transzubstanciáció. Ugye az az ostya és a vér az valóban másiák testévé alakul át, így ők állandóan megismétlik ezt az áldozatot. Van egy titok, tehát, amit sötán árul el azoknak, akik őt szolgálják, és ez az egész világot megfertőzi, hiszen az emberek túlnyomó többsége nem tud erről a titokról, de van egy másik titok is, melyet pedig Elohim árul el azoknak, akik az ő útját járják. Ez Márkos 4-es fejezet 10 vers. Ez így szól, mikor pedig egyedül vala, megkérdezik őt a körülötte levők a 12-vel együtt a példázat felől. A példázat, ez parabolé, erről már volt szó egy korábbi videóban, ez összevetés, hasonlat, példázat vagy példabeszéd, de nagyszerűen kifejezi a szó eredete, ami eljut valahova, hajóval megérkezik valahova. Paraballó, ebből a kifejezésből ered. Úgy, ahogyan a hajó összeköt két pontot, egy parabola is összeköt két pontot. Egy példázat valami másra utal, és segít megérteni azoknak, akiknek megadatott az értelem. Ő pedig így válaszol nekik, nektek adatot, hogy Elohim országának titkát tudjátok, mysterion, a kívül levőknek pedig példázatokban adatnak mindenek, hogy nézvén nézzenek, és ne lássanak, és halván halljanak, és ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsátassanak. Tehát van egy másik mysterion vagy titok, ami Elohim kezében van, és felfedi azoknak, akiknek ő akarja. Világossá kellene, hogy váljon mindenki számára, hogy a világ valóban egy úgynevezett idézőjelbetett összeesküvés elmélet. Mindkét oldalnak megvan a maga titka. Az atya elárulja mindenkinek az ő titkát, aki engedelmesen járja az ő útját, amit ő egyértelművé tett az írásokban. Az ő titka azoké, akik teljes szívből, teljes lélekből, teljes erőből, teljes elméből őt szolgálják, és hajlandóak bármire azért, hogy hozzá közelebb kerüljenek. Satán azonban átveri az embereket, hazudik, nem árulja el azt, hogy ő kicsoda, hanem másnak álcázza magát különböző formákban, és félrevezeti az emberiséget. Az ő misztériuma a vallás, a tudomány, a politika, a művészet, az oktatás, a szórakozás mindezek különböző úton hozzá vezetnek. De az igazságot nem árulja el, azt, hogy ez a pusztuláshoz vezet végső soron. Hua ellenben egyértelművé tette ezt a kezdetektől fogva: Van egy út, az övé, vagy minden más a kárhozatba vezet. Azonban az egésznek a kulcsa az, ami az ember szívében van. Ez az, ami megnyitja az egyik vagy a másik misztérium felé vezető uta. Ez az egyház, ami a római katolikus egyház, illetve az összes többi gyermeke ennek, úgy mint a katolikus, a protestáns, a református, a baptista és a többi és a többi, Jehova tanúi, hetednapi adventista, mind viszik tovább azt a hagyományt, amit a nagy parázna kialakított a kezdetektől fogva, hogy elforduljon a tanítástól, az oktatástól, ami a torája. Úgy tűnik, hogy mennyiféle különböző verzió van, azonban mind visszavezet ugyanoda. Az pedig nem más, mint Babilon. Kereszténység pedig a katolikus egyház vezetésével magáévá tette ezt a kifejezést, hogy egyház úgy, mint eklészia. Érdekes módon Saul elmagyarázza mind a titkot, mind az egyházat Efézusiakhoz írt levelének 5. fejezetében. Mert a férj feje a feleségének, mint másiák is feje az eklésziának, és ugyanő megtartója a testnek. De miképpen az eklészia engedelmes másiáknak, azonképpen az asszonyok is férjüknek mindenben. Ti férfiak szeressétek a ti feleségeteket, miképpen másikák is szerette az eklésziát, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével, az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben, az eklésziát úgy, hogy azon ne legyen szeplő, sömörgözés, vagy valami aféle, hanem hogy legyen kodes, vagy szent, és fedhetetlen. Mert az ő testének tagjai vagyunk, Jahusa másiák testének, az ő testéből és az ő csontjaiból valók. Ugyanúgy, ahogyan Ádám csontjából lett az ő felesége, másiákból lett az ő felesége, aki az egyház. Azok az emberek, akik őt követik, és úgy élnek engedelmesen és alázattal, a nő funkciója mindig is ez volt. Azért készült, hogy viselkedésével, az alázattal és az engedelmességével példát mutasson a férfinak, hogy hogyan is kellene Elohim szavához viszonyulnunk, és azon keresztül eljuthatunk vissza a kertbe. Ádámnak készült egy feleség az ő testéből, Másiáknak készül egy feleség az ő testéből, és ez az Eklésia. Erről beszél Saú, annak okáért elhagyja az ember atyát és anyját, az előző életét, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, ahogyan a Másiák és az Eklésia egy test lesz. Felette nagy misztérium vagy titok ez, de én Másiákról és az eklésziáról szól. Ez, Jahua, titka, hogy így juthatunk el hozzá a végén, hogyha úgy élünk, ahogyan Jahusá, ha másiák élt. Az ő szava, betartva mindent, amit ő parancsolt, alázatta, engedelmesen, teljes szívéből, teljes lelkéből, teljes erejéből szolgálva Huá. Így kellene egy nőnek is viszonyulni a férhez, és akkor a fér így viszonyulna már siákhoz, és rajta keresztül a kettő egy lenne, és visszajutna Huához. Ez a misztérium, ez az a titok, ami a kezdetektől fogva megvolt, de az emberiség nem értette, és most végre megérthetjük, de nem tudjuk még most sem, és azért nem tudjuk, mert van egy másik misztérium, ez a titok, a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld útállatosságainak anyja. Akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld minden lakosai. Megvan a titka Jahuának, és megvan a titka Satánnak. Megvan a pohara, és megvan a bora Satánnak, de láthatjuk azt, Jeremiás 51-ből kiderült, hogy Jahua az, aki irányítja Satánt hiszen arany pohár volt Babilon Jahua kezében. Mind a két misztérium Jahua kezében van, amely megrészegíti az egész földet, nemzetek ittak az ő borából, azért bolondultak meg a nemzetek. Ő az, aki eldöntő, hogy ki melyik titkot fogja követni, és melyik titok az, amit megfejt, idézőjelbe téve. Az egyik titkot nem lehet megfejteni, hiszen az egy hazugság. A másik titok viszont meg van fejtve, hiszen az Jahusha másiákban elérhető mindenki számára. De nézzük meg Jahu a poharát, ez Matit 26-26. Mikor pedig evének, vevé jahúsa a kenyeret, és hálákat adván megtöré, és adá a tanítványoknak mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. 27. És vevén a poharat, és hálákat adván, adá azoknak, mondván, ígyatok ebből minnyájon, mert ez az én vérem, a brit hadasának, a megült szövetségnek a vére, mely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Ez már Márkosz 14, de ugyanaz a történet, ez pedig a a pohara, ami valójában hozzávezet el. Attól függően, hogy ki melyikből iszik, ahhoz a mystérionhoz vagy titokhoz fog eljutni, és ahhoz az eklésziához fog tartozni, azzal fog egyesülni majd. Két út létezik, két úr létezik, két egyház, két megváltó, két tanítás, két királyság, két birodalom két mennyasszony is létezik. Mindenből kettő van. Van egy széles út, és van egy keskeny út. A csalóka az, hogy nekünk úgy tűnik, hogy egy van, hiszen a legtöbb ember részeg. Ettől a bortól, mely a nagy parázna kezében van. Ha megvizsgáljuk az egyházat, akkor rájövünk arra, hogy sem a katolikus egyháznak, sem a kereszténységnek nincsen ehhez köze. Sőt, maga a szó nem is szerepel a brit hádasában. Itt például, de én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadam. Ha megnézzük, hogy mit ír a katolikus lexikon, akkor látjuk, hogy másiák az egyház hierarchikus felépítését az apostolok kiválasztásával alapozta meg. Ők a 12 gyűjtik össze Elohim új népét, mely az Ószövetségi 12 törzs küldetését folytatja és teljesíti be? Az apostolok közül Másiák kiemelte Simont, akinek a Péter vagy Szikla nevet adta, Péterben és az apostolokban tehát már megalapozta az egyházat. A katolikus bejegyzésnél pedig látjuk azt, hogy a katolikus vallás jelzőjeként a kereszténység azon része, mely csorbítatlanul őrzi a Másiáktól ránk hagyott, kinyilatkoztatott vallási hittan liturgia erkölcs küldetés magáfoglaló foglaló örökséget, mivel ennek lényeges része Péter és utódának, aki ugye a pápa, a mindenkori római püspöknek primátusa, az egyház, vagyis a katolikus egyház mellett rendszeresen használjuk a római katolikus formát is. Ez itt Wikipédia. A katolikus egyház az apostoli utódlás által annak a keresztény közösség folytatásának vallja magát, melyet Jahusa Hamásiák alapított, és melyet Szent Péter apostol vezetésére hagyott. A katolikus egyház eredetét Jézusig és a tizenkét apostolig vezeti vissza, az egyház püspökeit az apostolok utódainak tekinti, akik másiák nevében hatalmával tanítanak, megszentelnek, kormányoznak, Róma püspöke, a pápa pedig Péternek, az apostolok vezetőjének az utódja, aki egyedül kapta meg a mennyország kulcsait és akit Jahusa vagy Jézus az egész nyáj pásztorává tett. Így a pápa örök és látható principiuma és alapja mind a püspökök, mind a hívők sokasága egységén, akire mint sziklára az egyház egész építménye épül. A katolikusok ennek alátámasztására Jahusa vagy Jézus szavait idézik Máté evangéliumából, melyet olvastunk, Péter vagy erre a sziklára építem egyházamat, neked adom a mennyek országa kulcsait, amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldozva. Ez Máté 16.18 egyébként itt olvasható. Erre épül az egész anyaszent egyház. Ez a kifejezés anyaszent egyház egyébként eklészia, úgy mint gyűlés, népgyűlés. Szó szerint egyébként a kihívottak közössége. 115-ször szerepel az eklészia szó, ez ugye a G1577, a Brithardasában, vagyis az új szövetségben. Az egyik ezek közül apostolok cselekedetei hetes fejezetben olvasható, és a 38-as versben. De nézzük a 37-estől, mert így jobban érthető. Ez a ma vagy Mózes, ki jeszrel fiainak ezt mondotta? Profétát támasz nektek, Jahua, a ti hatalmasságotok, a ti atyátok fiai közül, mint engem? Azt hallgassátok! Ez ugye Jahusa, a másjákra utal? Ez az, Mosé, aki ott volt a gyülekezetben, Eklésia, a pusztában, a sínai hegyen vele beszélő angyallal, és a mi atyáinka, ki élő igéket vőn, hogy nekünk adja. Ez a szó gyülekezet, ez Eklésia. Szóval a sínai hegyen már akkor is volt egy Eklésia, a gyülekezet mindig is ugyanazokat az embereket jelentette. A kihívottak közösségét. A héber szó egyébként kahal ami annyit tesz, hogy tömeg, közösség vagy csoport, gyülekezet vagy egyház közösség, ugye, ma. De hogyha a gesinius megnézzük, akkor egyház közösségről szó sincs. Ez egy tömeg, egy közösség, egy gyűléscsoport vagy egy gyülekezet, úgy mint kahal. Egyébként a kuf, a hely és a lamed együttesen egy kör, mely kinyilatkoztatja a tanítást, vagy a kör, melyben a tanítás ki van nyilatkoztatva. Ez a szó kahal, azonban a h 6951 116-szor szerepel a tanákban, azaz többször fordul elő a gyülekezet vagy az egyház szó az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben. Mivel ez mindig is ugyanazokat az embereket jelentette. Ennek semmi köze sincsen az egyházhoz vagy az Anyaszent Egyházhoz, legfőképp a katolikushoz vagy a keresztényhez nincs köze. Ezek azok az emberek, akik a világból kijöttek, akik hallgatnak ja hol szavára, mikor azt mondja, hogy fussatok ki Babilomból, akik elválasztottak a világtól, akik kodes vagy szent életet élnek azáltal, hogy ráhallgatnak, az ő tanítását, az ő útját követik, és a Tora szerint élnek teljes szívből, teljes lélekből, teljes erőből, és megvan bennük a másiák hite. Ez négy Mózes, bami bár tízes fejezet, az ist kürtök használatáról. És mit szól a Yahua Mósénak mondván? Leugrunk a hetes vershez, mikor pedig összegyűjtétek a gyülekezetet, azaz Khal vagy Eklésia. Kürtöljetek és ne fújjatok riadó. Számos másik példa van még arra, hogy ez már akkor is volt ez a gyülekezet. A gyülekezet a kihívottak közösségét jelenti, akik szentek Jahuana, akik Kodesh Életet élnek. Úgy, ahogyan ő azt meghatározta. Ne vegye senki ezt támadásnak, hiszen a cél nem ez. A cél az, hogy kiderüljön az igazság, hogy fény derüljön a titkokra, és mindenki meg tudja hozni azt a döntést, ami meg fogja határozni az örök életet. Ahogyan Jehova vezet az úton, és felfedi a titkokat, az egy fájdalmas folyamat. Az ember kénytelen szembesülni a hazugságokkal, amelyeket elhitt, és amelyek az életének a részét képezték hosszú-hosszú időn át. Mivel azonban fogy az idő, nem érdemes túl sokat gondolkodni. Ezért ezzel a verssel szeretném befejezni apostolok cselekedetei 17 30. Tudatlanságnak idejét azért elnézvén, Elohim, mostan parancsolja az embereknek mindenkinek, mindenütt, hogy megtérjenek. Mivel, hogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit rendelt arra, bizonyságot tevé mindenkinek azáltal, hogy feltámasztá őt halottaiból. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót. Mindenkinek a legjobbakat, hallelujah és Shalom.